Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Nuémi vagyok. Február 14-e van, a Bálintok és a Valentinok ünneplik névnapjukat. Ezen a napon ünnepeljük a szerelmeseket, a jó barátokat és mindazokat, akik szeretik egymást. 522 éve Bálint napján kezdődik a tavaszi munka a ház körül és a gyümölcsösben. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Leleplezték Garay Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén a Korzó 11-es szám alatt. Több mint 67 000 szerbiai kettős állampolgár vehet részt az április 3-i magyarországi választásokon és népszavazáson. Nem csak az idősek halhatnak bele a koronavírus fertőzésbe, Belgrádban nemrégiben egy 46 éves férfi vesztette életét. Bálint nap van, egymást ünneplik a szerelmesek. Leleplezték Garay Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén a Korzó 11-es szám alatt. Az állami és sztériadíjas rendező és teatrológus ma lenne 125 éves, halála óta pedig 35 év telt el. Garay Béla 1897-ben született Szabadkán. Itt ismerkedett meg a színház világával, és itt kezdte meg pályáját, majd a mai Magyarország több településén is tevékenykedett. 1924-ben tért haza, hogy újra szervezze a Népkör Színtársulatot, ahol játszott és rendezett. 1945-től a helyi népszínház színészrendezője, alapító tagja volt. Nyugdíjba vonulását követően is a kulturális élet aktív résztvevője és alakítója maradt. Garay Béla életének és munkásságának jelentős része tehát szülővárosához, Szabadkához kötődik. Évtizedeken át élt ebben a házban, itt a Korzó 11-es szám alatt. Nem véletlen tehát, hogy az emléktábla is ennek a falán kap helyet. A tábla leleplezésén dédunokája, Godányi Csaba is jelen volt, akinek máig élő emlékei vannak Garay Béláról. Közel laktunk, tehát jöttünk-mentünk. Állandóan ugye a magyar nyelvről, a magyar nyelv megtartásáról, a szép magyar beszédről, a színházról, és hát igen, a család, az együttlét az volt a legfontosabb ugye számára is. Garay Béla közösség és színházteremtő tevékenységét Oláh Tamás teatrológus idézte meg. Egy régi színházi közmondás azt tartja, hogy a színész 20 éves korától 30 éves koráig tanul, 30-tól 50-ig szeretkezik, és 50-től kezdve emlékezik. Ezekkel a szavakkal kezdi kötetnyi önéletrajzát a vajdasági magyar színjátszás egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb alakja, Garay Béla, aki egy személyben volt színész, rendező, színigazgató, színházi történetíró és szerkesztő. A 20. századi vajdasági magyar kultúra alakulás történetének tanúja és formálója. Dr. Pásztor Bálint, a szabadkai VKT elnöke egyebek mellett arról szólt, hogy Szabadka eddig is igyekezett, és a jövőben is igyekezni fog, hogy méltó emléket állítson nagyszülötteinek. Az emléktáblák és szobrok mellett pedig itt az idő, hogy utcák is felvegyék nagyjaink nevét. Van már szobra Bíró Károlynak, vannak emléktáblái Vermes Lajosnak, ahogy említettem, Székely Tibornak is, és mától Garay Bélának is lesz. Nagyon sokaknak tartozunk még, és ezt az adósságot igyekszünk majd leróni. Úgy is, hogy felújítjuk Bíró Károly polgármester házát, úgy is, hogy utcát nevezünk el róla. A most leleplezett Garay emléktábla a VMS, a Szekeres László Alapítvány és a VMMSZ megemlékezés sorozatának első állomása. Ha nem ismerjük a múltunkat, hogyha nem tudunk ebből megmerítkezni, akkor nagyon nehéz lesz azt a felnövekvő generációnak is megmutatni, hogy hogyan kötődjünk ezer szállal a városhoz, a szülőföldünkhöz és a nemzeti értékeinkhez. A megemlékezés sorozat részeként szabadtéri, kötetlen hangulatú szakmai kerekasztal beszélgetéseket is tartanak majd Garay Béla munkásságáról. De mi az az ő hagyatékában, amit érdemes lenne átemelni a mai szabadkai színjátszásba? Az arány, az arányosság, a belső esztétikai iránytű az, amit Garay Bélától újra meg kell tanulnunk, vagy amit Garay Bélától újra kölcsön kell vennünk ahhoz, hogy egységben és egymással békében a különböző irányok létezni tudjanak a színház és a kulturális életben. Az ünnepségen a család és a szakma képviselői mellett részt vett Szabadka polgármester Esteván Bakity, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke Pásztor István, valamint az MNT vezetője Hajnal Jenő is. €100 kapnak júniusban a szerbiai fiatalok. A köztársasági parlament elfogadta azt a törvénymódosítási javaslatot, amely lehetővé teszi azon 16-tól 29 éves állampolgárok ideiglenes jegyzékének létrehozását, akik jelentkeznek az újabb €100 anyagi támogatásra. Siniša Mali szerb pénzügyminiszter a parlamentben azt mondta, június 1-én, 2-án és 3-án kapják meg a támogatást azok, akik jelentkeznek érte. Úri Emese, a VMS képviselője a parlamenti ülésen emlékeztetett arra, hogy az újabb fiataloknak szánt támogatás célja a koronavírus járvány káros hatásainak enyhítése, a törvénymódosítás pedig megfelel az alkotmány elvárásainak. A politikus szerint az állam érdekében áll támogatni a fiatalokat. Választások 2022. A szerb kormány elfogadta a parlament feloszlatására vonatkozó javaslatot. A szerb köztársaság kormánya mai ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy a köztársasági elnök oszlassa fel az országgyűlést. Ennek elfogadása esetén a kormány az országgyűlés feloszlatásával ügyvívő mandátumba lép át. Természetesen a szerb köztársaság kormánya továbbra is elkötelezetten fog dolgozni minden polgára érdekében, áll a közleményben. A kormány minden tevékenységét az ügyvívői felhatalmazásban a továbbiakban is teljes kapacitással az alkotmányos és jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, áll a közleményben. A javaslat elfogadása a szerbiai választásokkal függ össze. Ivica Dačić, a szerb parlament elnöke ma azt mondta, holnap oszlatják fel a parlamentet. A politikus azt mondta, megtiszteltetés volt számára a házelnöki poszt betöltése. A szerb köztársaság parlamentjének jelenlegi összetételében a Vajdasági Magyar Szövetség frakciójának 187 felszólalása volt. Ezt Kovács Elvira közölte közösségi oldalán. A VMS köztársasági parlamenti képviselője azt írta, a választópolgárok jóvoltából pártjának 9 képviselője volt ebben a mandátumban, gyakorlatilag ők voltak a harmadik legnagyobb frakció. A 2020. augusztus 3-án tartott alakuló ülés óta a képviselőház 265 törvényt fogadott el, 24-et sürgősségi és 241-et rendes eljárásban. Kovács Elvira összegzésében az áll, ugyanebben az időszakban 170 egyéb aktust hoztak meg, 55-öt sürgősségi és 115-öt rendes eljárásban. A parlamentnek 67 ülése volt, ebből 10 rendkívüli. A VMS-es politikus, aki a szerb köztársasági parlament egyik alelnöke is, bejegyzése szerint 435 napirendi pontról tárgyaltak és döntöttek, 79 pontot sürgősségi és 356-ot rendes eljárásban tűztek napirendre és 136 napot üléseztek. Több mint 67 000 szerbiai kettős állampolgár vehet részt az április 3-i magyarországi választásokon és népszavazáson, közölte Nagy Attila. A Nemzeti Választási Iroda elnöke a szabadkai magyar főkonzulátuson tartott sajtótájékoztatón ismertette, a levélszavazati csomagokat március közepén kapják meg az igényel címre a magyarországi választásokra regisztrált kettős állampolgárok. Azok a kettős állampolgárok, akik még nem regisztráltak, vagy adataikat módosítani szeretnék, ezt március 9-ig tehetik meg. Március 10-e után pedig már érkeznek majd a lakcímre, vagy a főkonzulátusra a szavazati levélcsomagok. A pontosan a magyar személyi okmányban szereplő adatokkal kitöltött, majd gondosan lezárt borítékokat postára lehet adni, vagy személyesen elvinni a szabadkai magyar főkonzulátusra, illetve a választás és a népszavazás napján Magyarországon is át lehet adni. Újdonságnak számít, hogy az íveket a főkonzulátuson is ki lehet tölteni. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy akinek nehézséget okoz az azonosító lapoknak a kitöltése, azonosító lapnak az értelmezése, az nyugodtan fáradjon ide be, és a konzulátus munkatársai ebben segíteni fognak. És ezt követően a szavazás titkosságát biztosító körülményekkel berendezve egy szavazó helységben tudják leadni a szavazatukat és a levél szavazat csomagot lezárni, és itt hagyni, és innen a konzulátus munkatársai a Nemzeti Választási Irodához be fogják ezt hozni. Nem csak a parlamenti választáson, hanem a népszavazáson is részt vesznek a külhoni magyarok. A belső kisborítékba mind a két szavazólapot, amit kapni fognak, egyrészt az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó pártlistás szavazólapot, másrészt pedig a 4 népszavazási kérdést egy lapon tartalmazó népszavazási szavazólapot, legyenek kedvesek kitölteni, mind a két lapot összehajtani és a belső borítékba behelyezni, és a borítékot jól bezárni. Ha nyitva marad a boríték, a szavazat nem érvényes. Azok a szerbiai magyar kettős állampolgárok, akik külföldön dolgoznak, például valamelyik nyugat-európai országban március 9-éig kérhetik a lakcím módosítást, így a szavazati levélcsomagot ideiglenes tartózkodási helyükre kapják, és a válaszborítékot postán vagy a legközelebbi magyar konzuli kirendeltségen adhatják át. Ugyanazon a napon Szerbiában is választások lesznek. Akinek magyarországi lakcíme van, és egyébként szerb állampolgár is, és itt is fog szavazni a szerb választásokon, lehetősége van arra, hogy a szabadkai külképviseleten gyakorolja a magyar választójogát is. Tehát a szabadkai külképviseleten lehetősége lesz mind a népszavazási szavazólap, mind az országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan nem csak a pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólap, hanem a lakcíme, a lakóhelye, magyarországi lakóhelye szerinti egyéni jelöltre való szavazat leadására is. Amennyiben a családban elhalálozás történt, azt jelenteni kell a Nemzeti Választási Iroda felé, hogy az illetőt töröljék a választási névjegyzékből. Elkezdődött a választási kampány Magyarországon, ezzel együtt az egyéni választókerületek jelöltjei megkezdték a támogató aláírások gyűjtését. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint 7 héttel a parlamenti megmérettetés előtt a magyar választópolgárok körében továbbra is a Fidesz-KDNP pártszövetség a legnépszerűbb. Magyarországon szombaton hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak. A parlamenti választást április 3-án tartják, ezzel egy időben népszavazás is lesz. A törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A választópolgárok egyéni választókerületi képviselőjelölteket ajánlhatnak a parlamenti választásra. Szombaton a képviselőjelöltek már átvehették az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól, és ezeken az íveken gyűjthetik a polgárok ajánlásait. Egy személy több jelöltet is támogathat. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke évértékelő beszédében Budapesten, a Várkert bazárban a választásokról is szólt. Arra kérem önöket, hogy a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbéremelést. Nem szavazta meg a családi adóvisszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket. Elsőként a Fidesz jelöltjei gyűjtötték össze a 106 egyéni választókerületben az induláshoz szükséges ajánlásokat. Ez az ellenzéki képviselőjelölteknek is sikerült. A törvény szerint egyébként 500 érvényes aláírás elegendő a képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéhez. Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje egy kampányrendezvényen egyebek között a következőket mondta a programjuk egyes részeiről. Megvan az a program, egy nagyon komoly szakértői csapat, amelynek Fazekas Attila éppenséggel a nemzetpolitikáért, nemzetstratégiáért felelős tagja. Megvan az a szakértői csapat, amely felelős ígéreteket tesz, csak kidolgozta mindannak a pénzügyi fedezetét is, amit ígértünk. Az euró bevezetése 5 éven belül, az elszámoltatás, a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Pár óra alatt mind a 32 DK-s közös ellenzéki jelölt összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlásokat, jelentette meg közösségi oldalán Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője. Az egész országból azt jelentik, hogy az emberek sorba állnak az aláírópult előtt. Elkezdődött a kormányváltás utolsó szakasza. A mandiner.hu felkérésére a Real PR 93 nevű cég által február 2. hetében elvégzett közvéleménykutatás szerint egyébként vezet a Fidesz-KDNP, az ellenzék pedig jelentősen lemaradt a kampány kezdetén. A vasárnap közzétett adatok szerint a kormánypártokra a biztos szavazó pártválasztók 54%-a adná a voksát, az ellenzék közös listájára pedig 41%. Hozzátették, a kormánypártok támogatottsága nem változott december óta, az ellenzékre ugyanakkor most 4%-ponttal kevesebben szavaznának. Kitértek arra is, hogy a kisebb pártok együttes eredménye 1%-ról 5%-ra nőtt december óta, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk Mozgalom 2, illetve 3%-on áll jelenleg. Biztosította lehetősége annak, hogy egyetlen határon túli szavazat se vesszen el a választáson, nyilatkozta Szijjártó Péter Sepsiszentgyörgyön. A magyar külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, folytatódni fog a határon túli magyar közösségek támogatása, amennyiben az emberek újra bizalmat szavaznak a magyar kormánynak az április 3-ai választáson. A tárcavezető rámutatott, hogy 2010-ben jelentős fordulat következett be a nemzetpolitikában. Akkor a jobboldal győzelmével olyan intézkedések jelentek meg, amelyek fókuszában az érintett közösségek megerősítése és támogatása áll. Az idei választás az egész nemzet jövőjét alapvetően meghatározza, tehát az anyaország jövőjét és a határon túlélő nemzeti közösségek jövőjét egyaránt, tette hozzá Szijjártó. A politikus nemzetpolitikai alapvetésnek nevezte, hogy ne Budapestről mondják meg azt, hogy mi a jó a határon túli magyaroknak, hanem meg kell őket kérdezni. Választások 2022. Megkezdődött a Szabadka-Loznica gyorsforgalmi út kiépítése a Loznicához közeli Novosselo településnél. Az út 55 kilométeren épül majd ki. Ez egy olyan infrastrukturális fejlesztés, amelyre az ott élők már évtizedek óta várnak. Az említett gyorsforgalmi út a Ruma-Szabadka-Loznica autópálya része. A munkálatok kezdeténél Aleksandar Vučić is jelen volt. A szerb elnök bejelentette, hogy a Ruma-Szabadka útszakasz jövő év szeptember végére készül el. Ez azt jelenti, hogy másfél év múlva Belgrádból Szabadkig 45 perc alatt, Belgrádból Loznicáig pedig 1 óra 10 perc alatt lehet majd eljutni. Az autópálya kiépítésének tervéről a szerződést még 2019. november 19-én kötötte meg Szerbia egy azerbajdzsáni céggel. Ovaj veliki infrastrukturni projekat u mnogome će olakšati život ljudima u Mačvi, Jadru, ali i privući mnogi investitore, dovesti nove fabrike, što znači veće plate, veće penzije. Verujem da znate da je vrednost celog projekta 467,5 miliona evra. Dakle, to je Ruma, Šabac, Loznica, od Rume do Šapca, autoput od Šapca do Loznice, brza saobraćajnica sa ukupno 56 objekata, 2 važna mosta. Díszsortűzzel tisztelgett a szerb katonaság az államiság napja előtt. A Kalemegdánon megtartott eseményen többek között részt vett Nebojsa Stefanović védelmi miniszter is. Február 15-én ünneplik Szerbiában az államiság napját, annak emlékére, hogy 1804-ben ezen a napon a Julianus naptár szerinti gyertyaszentelő napján kezdődött meg a törökök elleni első szerb felkelés. 1835-ben pedig ugyanezen a napon hozták meg az első demokratikus szerb alkotmányt, amellyel kezdetét vette a modern szerb állam kialakítása. 2007 óta ez a katonaság napja is. Mintegy 1000 személlyel több koronavírusos beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában Szerbiában, mint tegnap. Több mint 19.000 tesztet végeztek el a szakemberek, ebből lett 7030 teszt pozitív. A kórházban kezeltek és a halottak száma az előző napokhoz hasonlóan továbbra sem csökkent jelentősen. A fertőzés szövődményeiben újabb 67 személy hunyt el. Az ország egészségügyi intézményeiben 4500 beteget kezelnek, lélegeztetőgépre 190-en szorulnak. Nem csak az idősek halhatnak bele a koronavírus fertőzésbe. Belgrádban nemrégiben egy 46 éves férfi vesztette életét, közvetlenül azután, hogy felvették a kórházba. Az eset részleteit Tatjana Adzić Vukicević, a batajnicai intézmény vezetője ismertette a szerb közmédia műsorában. Mint mondta, a férfi első tünetei múlt vasárnap jelentkeztek, láz és izomfájdalom, melyek a leggyakoribb szimptomáknak számítanak. A Covid egészségházban könnyebb esetként regisztrálták, állapota azonban rohamosan romlott. Csütörtök hajnalban, amikor bevitték a kórházba, már gyakorlatilag alig volt ereje. Ennek ellenére a tüdőröntgen, az EKG és a vérkép sem mutatott semmi rendkívülit. Néhány perccel később azonban elfeketedett a keze, és bár 52 percen át próbálták újraéleszteni, nem tudták megmenteni az életét, mondta Adzić Vukicević. A páciens halálát valószínűleg trombózis, vagyis rögösödés okozta, de boncolást rendeltek el. Ja sam zamolila kolege iz radiološke službe da mu se praktično preminulom pacijentu uradi jedan skener koji je pokazao difuzne trombove, znači svuda i ishemijske promjene od glave, pluća, stomaka, gornjih i donjih ekstremiteta. I ja sam znači, prvi put od kad radi COVID bolnice Batajnica za ove znači, 15 meseci naložila da se uradi i sudska obdukcija. Az elmúlt 3 napban 21.081 új koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon. Meghalt 271, többségében idős, krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 42.631 főre emelkedett. 5.186 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 199-en vannak lélegeztetőgépen. A hétvégi oltási akción is több ezren vettek részt. Magyarországon a megerősítő oltást mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Halálra gázolt egy fiatal férfit a vonat Szabadkánál. A szerencsétlenség a délelőtti órákban történt a Szabadka-Zombor vonalon. Az információk szerint az utasszállító vonat egy 30 éves férfit gázolt halálra, aki a helyszínen életét vesztette. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Maradjunk együtt. Ez a házasság hete idei mottója. Továbbra is enyhe marad az időtérségünkben. A tervek szerint hamarosan teljesen megújítják a temerini kastélyparkot. Ehhez az első lépés a fásítás. A Környezetvédelmi Minisztérium segítségével 76 darab 3 és 10 év közötti fát ültettek el a parkban. A projekt összköltsége 4.400.000 dinárba kerül, ennek felét a minisztérium biztosította. Razgovarala sam danas sa predsjednikom opštine vezano i za druge probleme ekološke, to jesu i divlje i deponije. Svakako kroz konkurs koji će ministarstvo uskoro raspisati će biti prilika da uklonimo i te i deponije i da zajednički čuvamo svi posle te lokacije kako bi ostale čiste, jer svakako moramo da negujemo prirodu i ovaj park koji posjeduje vaša opština je biser i pravo blago i zato mi je izuzetno drago što su predstavnici opštine, dakle čitavo rukovodstvo, upravo kandidovalo ovo za projekat prema Ministarstvu životne sredine. A házasság hetét ünnepeljük szerte a világban. Egy eldugott kis szerémségi faluban maradékon kerestük a szerelem és a hosszú házasság titkait. Szabó József és felesége, Szabó Ilona már több évtizede együtt vannak. Mint mondják, a szeretet nem múlik el, csak gondozni kell a kapcsolatot. Én mondhatom, hogy akkor lehet mondani, hogy szegényebbek voltunk, de boldogabbak voltunk. Szebben éltünk. Jobb, gondolom. Volt sok munka is, még minden, de az mellett is egész más volt. És miért látja úgy, hogy mi a... Nem tudom, én magam sem vagy megmondani, hogy mi ez. Egyik a másikát meg kell becsülni. Az, mert nálunk megvan, hogy ősengemet nem sértett meg olyan nagyon soha, még én se ütett, azt néztem. Hogyha még kell valamit mondani, azt lehet sokkal másképp is megmondani, mint sértékesítéssel. A közügyekben bővebben is foglalkoztunk a házasság hetével, sőt a házaspár életébe is betekintést nyerhettek. Az adás megtekinthető a honlapunkon. Bálint nap van, a szerelmesek napja. A szokások szerint ilyenkor a szerelmesek megajándékozzák párjukat, vagy üzenettel kedveskednek neki. De több babona és népszokás is kötődik ehhez a naphoz. Ezen szokások nagy része fiatal lányoknak adott segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák, vagy megtartsák szerelmüket. A Bálint nap a szerelmesek napja. A hagyományok szerint a párok ilyenkor ajándékozzák meg egymást, legyen szó ékszerről, vacsoráról, utazásról, édességről vagy virágról. Leginkább a férfiak próbálják a kedvesüket valami széppel meglepni. A virág mindig jó választás. Feleségemmel 15 éve vagyunk együtt, 12 éve vagyunk házasok, így Valentin nap táján mindig igyekszek valamivel őtet meglepni. Most az idén egy cserepes virágra esett a választás, mert szereti az érlő virágokat, és mindig igyekszek valamilyen kis aprósággal így az ünnepek táján kedveskedni neki. Már reggel óta sok a munka a virágüzletekben. Készülnek a szebbnél szebb csokrok, édességkosarak, csoki és virágdobozok. Nagy a választék. Túlnyomó részt a fiatal generáció jön, és akkor a fiatal házasok, meg akik még párkapcsolatban élnek, leggyakrabban a vágott virágot, vagy ilyen kisebb virágzó növényeket, vagy orchideát szoktak vinni. Mi volt a legkülönlegesebb, amit mondjuk kértek tőled? Újdonság most ez a makaronos dísz, hogy rózsával és kis desszerttel, makaronnal, vagy pedig ferrero-rossét is teszek bele. Ezt szeretik. A férfiak is és a nők is egyaránt. A magyar néphagyomány szerint Bálint napja időjósló nap is. Ha ilyenkor megszólaltak a verebek, közel volt már a tavasz, de fontos eleme volt az ajándékozás is, mondta Vázsonyi Csilla néprajzkutató. Persze kicsit másféleképpen történt hajdanában az ajándékozás. Két oldalát különböztethetjük meg. Egyrészt kifejezhette a valódi személyes vonzódást, és ilyenkor a kapcsolatot erősítette ez az ajándékozás. Másrészt volt egy közösségi oldala, ami a közösség számára kifejezte, jelezte a kapcsolat fönnállását. Számos babona és néphagyomány fűződik még ehhez a naphoz, de nem csak a szerelmeseknek jár ezen a napon a törődés, hanem mindenkinek, aki felé szeretettel fordulunk. Mézes kalácsokat készítettek a martonosi iskolások a Hetet 7 napok keretében. A programot 2 hetente szervezik meg. A falu hagyományaihoz köthető témákat dolgoznak fel, most a Bálint nap került terítékre. Jó hangulatban készülnek és szépülnek a kisebb-nagyobb mézes kalács szívecskék. A Hetet 7 napok program keretén belül a Bálint napi szokásokkal ismerkedhettek meg a gyerekek. Most mézes kalácsot csinálunk, és a mézes kalács sütés a kedvencem. Miért szereted ezt a legjobban? Azért, mert szeretek sütni, megfőzni. A foglalkozásokkal a népszokások megtartását célozták meg, és minden egyes alkalommal más-más hagyományt mutatnak be az általános iskolásoknak. Fontos az, hogy honnan jöttünk, tehát a gyökereink nagyon fontosak, a szokásaink is nagyon fontosak, és hogy tovább fejlesszék ők, amit mi átadunk nekik. A Hetet 7 napok már régóta jelen vannak a helyiek életében. Kisebb csoportokban igyekeznek dolgozni annak érdekében, hogy a fiatalok minél minőségesebb oktatásban részesüljenek. Az a célunk, hogy minden hónapban, vagy amikor, hogy sikerül, tehát valami tartalmas foglalkozást biztosítsunk a gyerekeknek, tehát szeretnénk a faluból valami részleteket bemutatni. A Martonosi Testvériség Művelődése Egyesület következő programja a farsangi felvonulás lesz, ahol kicsik és nagyok egyaránt elijesztetik majd a telet. Az ünnepi kalácsokról szólt minden a hétvégén Tárcsón. Szent Trifun napja alkalmából szervezett összejövetelt a bánáti településen a Neolit Női Egyesület, ahol szebbnél szebb kalácsokat vonultattak fel a versenyre benevező személyek és egyesületek. A rendezvény legfőbb célja a hagyományápolás volt. Tárcsón a Neolit Női Egyesület 8. alkalommal szervezte meg a legszebb ünnepi kalács kiválasztását. A tárcsói november 29-e művelődési otthon termében alkalmi műsorral kezdődött a rendezvény. A kiállításra a helyi egyesület mellett Dél-Bánát több mint 10 településéről érkeztek női szervezetek, egyesületek. A versenyre 21 ünnepi kolácsot neveztek be. A szervezők elégedettek a részvétellel. Odluka je doneta, tu je bio svešteno lice, bili su još dva člana iz žirija gde su imali, kaže, baš su imali veliki problem da odaberu koji slavski hor. Jer se gleda samo taj verski deo, da ima sve te elemente koje sadrži jedan slavski kolač, koji treba da sadrži gore. De vajon mit jelent az ünnepi kalács az ortodox hagyományvilágban? A slavski kolač simboliše slavu, punoću, hranu, duhovnu hranu, hljeb nasušniji. U samoj molitvi Gospodnji Oče naš kaže hljeb naš nasušniji, potrebni, daj nam danas. Tako i za slavu. Bijesi se slavski kolač, sprema se slavsko žito. Znači, to je simbolika vrhunac slavi. Za slavu potrebno je kolač, žito, vino, sveća, tamjan. Znači, kolač je jedan od tih nekoliko najbitnijih dijelova pored molitve što je potrebno. Egyéni kategóriában a három legszebben elkészített ünnepi kalácsot díjazták. Az első díjat a tárcsói Ljubica Jovanović érdemelte ki, aki szerint a kalács készítése időigényes. Pravo da ti kažem, 2-3 sat najmanje. Dok se napravi kolač, ove ukrasi, mnogo vreme to zauzima. A ovako ide brže, ali te kolači za ukras baš je sporije i pipavo. Az egyesületek kategóriájában a legszebb ünnepi kalácsot a Sándoregyházi Bonasz Sándor Magyar Művelődési Egyesület képviselője, Csala Mária készítette. Egy 20 éve, ahogy foglalkozok ezzel a pékségi munkával, úgyhogy nagyon szeretem ezt, tehát a hagyományos kalácsokat csinálni. Ezt meg köszönhetem aposomnak, aki pék volt, most nyugdíjas. Ő tanított meg ilyen kalácsokat csinálni, és aztán én tovább gyakoroltam, és mindig újabbat adtam hozzá, és így most megmutattuk, hogy első helyet is bírunk ebbe elnyerni. A résztvevők szerint a rendezvény kiváló alkalom volt a találkozásra, társalgásra és a hagyományok ápolására. A törpe-egeret választotta 2022-ben az év emlősének a Magyar Vadonleső Program. Mint írják, a védett törpe-egér mindössze annyit nyom egy levélmérlegen, mint egy zacskó sütőpor. Mindössze 10-15 cm hosszú, háta vörhenyes barna, oldala világosabb, míg hasa egészen fehér. Elterjedése és állománya Európában visszaszorulóban van, elsősorban a magaskórós mesgyék, vízparti nádasok, a cserj és erdőszélek és a sűrű sövények számának kiterjedésének csökkenése miatt. Ezért is esett a választás az idei évben a kevéssé ismert fajra. A döntés lehetőséget ad arra is, hogy sérülékeny élőhelyek védelmére is felhívják a figyelmet. Továbbra is enyhe marad az idő térségünkben, de számítanunk kell záporokra is. Kedden a délies szél átmenetileg többfelé élénk lehet, vagy csak néhol jelentkezhet hajnalban, napközben pedig 5-től 15 fokig melegszik a levegő. Szerdán előfordulhatnak záporok, zivatarok, de napközben hosszabb időre kisüthet a nap. Csütörtökön és pénteken enyhe lesz az idő, annak ellenére, hogy csapadékra is számíthatunk. Kiváló eredményeket értek el a szabadkai Spartakusz versenymászói a balassagyarmati Palóc kupán. Bognár Nóra a nyílt versenyben elnyerte a kupát, saját kategóriájukban pedig 3 első helyezést, illetve 1 másodikat értek el a csapattagjai. Maxim Purlia, Alinan Ljakić és Bognár Nóra első helyezést értek el, míg Damjan Rapić második helyen végzett. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Leleplezték Garay Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén a Korzó 11-es szám alatt. Több mint 67 000 szerbiai kettős állampolgár vehet részt az április 3-i magyarországi választásokon és népszavazáson. Nem csak az idősek halhatnak bele a koronavírus fertőzésbe, Belgrádban nemrégiben egy 46 éves férfi vesztette életét. Bálint nap van, egymást ünneplik a szerelmesek. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Még több információ várja önöket a honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Szép estét, viszontlátásra!